Omega dalokat hallgatott Kóbor János a Túri várban. Nevelőszülőket toboroztak Várpalotán. Városunkban járt a Magyar Jégkorong Szövetség utazó bemutatója. Közeli helyeken címmel nyílt meg a Várpalotai Hírcentrum Kft. Munkatársa Gocsazé Zoárt fotókiállítás a Balatonfüszfőn. Köszöntöm nézőinket! Két közismert Omega dal is megszólalt azon a koncerten, melyet a Várpalotai Zeneiskola tanárai adtak az elmúlt szerdán a Túri várban. Az est egyik különlegessége volt, hogy a legendás együttes énekese Kóbor János is megtisztelte jelenlétével a nívós zenei eseményt. Közel 50 éves múltra tekint vissza a Várpalotai Zeneiskola tanári hangversenye. A zenei eseményt azzal a céllal hozták létre, hogy a növendékek és a zenét kedvelő helyi lakosok megismerhessék az intézményben oktató zenepedagógusok képességeit. Elsődlegesen a motiváló tényező is tulajdonképpen a tanítványunk számára, hogy ha hallja a tanárát, az is vagy tetszik, vagy nem tetszik neki, de valamilyen impulzust kap, de általában pozitív kicsengései vannak ennek a hangversenynek, és jó visszhangot szoktunk kapni minden egyes hangverseny után. A Túrivárban rendezett koncertet immár 30. esztendeje szervezi Tósó Kimi Török Viktória zongoratanár, aki a jeles alkalomból a stafétát Mátrai Balázs gitártanárnak adta át. Kampánári Talabér Márta polgármester az eseményen kiemelte, a zeneiskola tanári hangversenyei minden alkalommal olyan örömkoncertek, ahol magas színvonalú zenei produkciókat hallhat a közönség az intézmény tanáraitól, vendégeitől és barátaitól. A városvezető köszöntője után sorban léptek a közönség elé a zeneiskola tanárai. A klasszikus és könnyűzenei blokkokra osztott koncerten számos híres zeneszerző művei csendültek fel. Haydn G-dur divertimentója mellett a zenekedvelők többek között hallhatták még Marco Uccellini Aria sopra la Bergamasca művét, vagy a nápolyi opera nagyalakjának Alessandro Scarlattinak egyik klasszikus dalát is. Mindemellett ugyanúgy tapsolhatott a közönség a Tinódi Kamarakórus által előadott farsangi rondóra, illetve a könnyűzenei blokkot nyitó Scott Joplin ragtime pianóra is. Az est csúcspontja a Kossuth és Liszt Ferenc díjas Omega együttes szerzeményei voltak. A Babilon, valamint a Mozgó világ című számokat az est díszvendége, az Omega együttes énekese Kóbor János előtt játszotta a Turmix zenekar, melyhez a zeneiskola teljes tantestülete is csatlakozott, komplex nagy zenekarrá kiegészítve a rockbandát. Közös műsorszámot a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zeneszerző szakán tanuló Farkas Bence hangszerelte. A nevelőszülői toborzó kampány programjaira várták az elmúlt hétfőn az érdeklődőket a Jó Szerencsét Művelődési Központba. Az eseménye bemutatták a Nevelőszülők Kerestetik című kisfilmet, majd a nevelőszülői hálózatban élő gyermekek adtak műsort. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Lehetetlen Nincs nevű egész országra kiterjedő programjának célja, hogy minél több embernek bemutassák a nevelőszülői hivatásban rejlő lehetőségeket. A nevelőszülőséget népszerűsítő kampánysorozatnak köszönhetően remélhetőleg minél több család vállalja a nevelőszülőséget, így egyre több gyermek nőhet fel szerető családban. A gyermekeknek szükségük van egy olyan rendszerre és családokra, akik befogadják és elfogadják őket. Fél éve tart a Befogadlak nevelőszülői program, fél éve szeretnénk azt, hogy erőteljesebben halljuk azoknak a hangját, azoknak a családoknak a hangját, azoknak a szülőknek a hangját, akik egyébként befogadnak egy gyermeket, és azoknak a gyermekeknek a hangját, akik átmenetileg olyan helyzetbe kerültek, hogy a vér szerinti család helyett egy másik családra kell, hogy támaszkodjanak. Szeretnénk megmutatni azt a fontos és egyébként közösségépítő munkát, amit a gyermekvédelemben végeznek, amit a nevelőszülők végeznek.
emberre, és a másik oldalról természetesen a program keretében szeretnénk minél több embert találni, aki hivatásának tudja érezni a nevelőszülői hivatást, aki nevelő családban tudna fogadni gyermekeket, ne féljenek, bátran jelentkezzenek. Minden gyermeknek joga és érdeke, hogy családban nőjön fel, apa és anya mellett, fogalmazott megnyitó beszédében Campanari Talabér Márta Várpalota polgármestere. A család a biztonság és a szeretet közössége. A kar, melynek ölelésébe mindig visszatérhetünk, akárhány évesek is vagyunk. Felkészít, útnak indít, megóv és hazavár. Esély egy emberhez méltó életre. Ezért támogatom tiszta szívemből a kormány egyik leghumánusabb kezdeményezését, a nevelőszülői programot. Minden gyermeknek joga és érdeke, hogy családban nőjön fel, apa és anya mellett. Nem szülő egy és nem szülő kettő mellett, ahogyan a dekadás liberális világ legújabb hagymázas lázálmában kitervelték, hanem igenis anya és apa mellett, akik felelősséget vállalnak érte, példát mutatnak neki, jóra tanítják, és önmagát értékelő, másokat segítő emberré nevelik. Ha pedig egy gyereknek nem adatik meg, hogy vérszerinti szülei beteljesítsék ezt a fontosságában, semmi máshoz nem fogható küldetésüket, akkor olyan emberekre kell bízni őt, akik betöltik ezt a nehéz, de gyönyörű hivatást. Olyanokra, akik tudják, hogy a családot egyetlen intézmény sem pótolhatja. A kormány ennek tudatában döntött úgy, hogy a 12 évesnél fiatalabb gyerekek már nem kerülhetnek be olyan helyre, ahol márai szalával élve csak falak vannak. Ezért kezdődött meg a nevelőszülők képzése és toborzása, ezért költ az állam minden korábbinál többet erre a programba, ezért minősüli már foglalkoztatási jogviszonynak a nevelőszülői munka, melynek járandósága is érzékelhető mértékben nőtt az elmúlt esztendőkben. Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár köszöntő beszédében elmondta, fél évvel ezelőtt indult útjára a Befogadlak nevelőszülői program. Kitűzött cél volt, hogy erőteljesebben lehessen hallani azok hangját, akik hivatásként választják mások segítését. Alapvetően mi azt szerettük volna, hogy nem egyik napról a másikra mérjük le és nézzük meg, hogy hány fővel nőtt a nevelőszülők tábora, hanem szeretnénk, hogyha egyrészt a társadalmi presztízse más meg lenne, másrészt viszont valóban azt szeretnénk, hogyha májusban Budapesten megtörténik ennek az záró eseménye, akkor utána valóban lássuk azt, hogy 2019-ben már növekvő létszám az, ami a nevelőszülőségnél jelen van. 5200 nevelőszülő volt tavaly, aki végezte a munkát, szeretnénk, hogy a többen lennének. A másik oldalról pedig van egy szakmafejlesztés is a nevelőszülői program a Befogadlak mögött, ami azt jelenti, hogy új intézkedés gyanánt egyébként idén is 850 millió forinttal több jut a nevelőszülői hivatásra, mint jutott 2018-ban, a jövő év január 1-től pedig bevezetésre kerül a nevelőszülői gyerd, amelyik újabb segítség, anyagi támogatás azoknak, akik ezt a hivatást választják. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság közös szervezésében meghirdetett Lehetetlen nincs országos rajz és kisfilm pályázat Veszprém megyei eredményhirdetésén a legjobb alkotásukat korcsoportonként díjazták. A program sorozat a nevelőszülői fórummal folytatódott, ahol nevelőszülők a nevelőszülői hálózatban dolgozó szakemberek és gyermekek beszélgettek. Majd a rendezvényen résztvevő nevelőszülői hálózatok mutatkoztak be. Köztük a Sümeg és környéke nevelőszülők és nagycsaládosok egyesületének tevékenységét is megismerhették az érdeklődők. Az est Vastag Tamás műsorával zárult. Első alkalommal érkezett Várpalotára a Magyar Jégkorong Szövetség Gyere Hokizni elnevezési utazó bemutatója. Az országos kezdeményezés újabb állomásán a Várkerti Általános Iskola torna termében találkozhattak az elmúlt kedden a jégkorong legifjabb szerelmesei Vas Mártonnal, négyszeres magyar bajnok és hatszoros kupagyőztessel, valamint Kis Andrea 60-szoros válogatottal.
Az eseményre Csúszka is ellátogatott, aki a magyar jégkorong válogatott kabalája. A hoki összetettsége miatt hozzájárul a gyermekek fejlődéséhez. Fontos készségeket, villámgyors gondolkodást fejleszt, kitartóvá tesz és nagyobb önbizalmat ad. Megtanít csapatban játszani és gondolkodni. A Várkerti iskolába ellátogató két neves sportoló beszélt pályafutásuk kezdetéről és szeretetéről a fiatal hallgatóságnak. Kis Andrea 14 évvel ezelőtti kíváncsiságából örök szerelem lett. Több sportot is kipróbáltam, de nekem ez, hogy itt csapatba tudunk mozogni, az, hogy ott vannak mindig a társaink, minden délután találkozunk velük, játszhatunk együtt, nevetgélhetünk, és hát a későbbiek folyamán meg hát már összekovácsolódtunk, és hát bejártuk az egész világot, mondhatom. Voltunk Új-Zélandon, meg Kínában is, és szerintem ez egy nagyon összetett sportág. Vas Márton 10 évesen kóstolt bele a korizás mellett a jégkorongba. Hamar elragadta a sport dinamikája. Nagyon sok barátom jégkorongozott, az osztálytársaim is, úgyhogy tényleg magával vitt ez a dolog, hogy éjjel-nappal együtt tudtunk lenni azokkal a barátokkal, akikkel tényleg lógtunk úgymond andó együtt, és tényleg az, hogy ez egy kőkemény sport. Folyamatosan versenyhelyzetben van az egyén, úgyhogy én egy ilyen versenyszellemű srác voltam annól, és akármit csináltam, szerintem mindenben versenyeztünk a testvéreimmel is, a barátaimmal is mindig, úgyhogy minket ez fogott meg a legjobban. A játék sem maradt el. A gyerekek nagyon lelkesen vettek részt a rögtönzött kvíz műsorban. Minden résztvevő értékes nyereményekkel gazdagodott. Kérdése, aki helyesen válaszol, azt pedig innen az asztalról el tud venni majd egy ajándékot. A program délután a jégpályán folytatódott. Közeli helyeken címmel nyílt meg az elmúlt pénteken a Várpalotai Hírcentrum Kft. Munkatársa Godzsezé Zoárt fotó kiállítása Balatonfűzfőn a Vágfalvi Ottó művelődési központban. A válogatás képei az elnevezéshez hűen Balatonfűzfőn és környékén készültek. Godzsezé Zoárt fotói a természet titkait, megyénk és persze a Balaton varázsát hozzák közel hozzánk érzékenyen, de mégis olyan fajta letisztult és egyedi témákkal, kompozíciókkal, látásmóddal, amely a nyíltság mellett hordozza a fények és árnyak egyedi játékát is. Méltatta a Várpalotai Hírcentrum televízió munkatársának Közeli helyeken című kiállítását Varga Róbert. Az újságíró úgy fogalmazott, Godzsa Zoárd a női lélek szépségében és bájában, a kifeszített és megörökített pillanatban magát a nőt keresi és próbálja megérteni. Ugyanez akár egy szép nő fátyoltánca, természetesség. Pillanat, pőreség, mesztelenség, tisztaság, szerelem, szem, tekintet, lépés a másik nagy varázslathoz, az égiekhez. A birtokba vett erőterek képesek tetőket szaggatni, lelkeket tépni és megtaposni, de soha nem tudják felfedni a női lélek titkát. Én imádom a festményeket, szeretem látni, tehát bármely stílus nagyon imádom. A fotókban az a jó, hogy x éve jöttem erre rá, hogy átalakítom, tehát ez van egy speciális program, átalakítom festményé, tehát úgyis megvan a hangulata, a stílusa, tehát akár ezt eredetileg festhették is volna. Egyébként van egy olyan nagyon-nagyon régi fotóm, amit megfestettek, talán lehet, hogy abból indult el az egész. A kiállított fényképek között az érdeklődők láthattak mobiltelefonnal és fényképezőgéppel készült fotókat, melyek között a természet, az akt és a portré is jelen volt. Kiállítás helyszínéből adódóan elsősorban próbáltam Fűzfő jellegű képeket kiválasztani, illetve hát egy ilyen kis 10-15 kilométeres körzetből származó felvételek, tehát azért közeli helyeken. Rég volt remény. Emeld fel fejed. Nem beszéltünk. Akarnék újra lenni veled.
Az eseményen Rábai Zsanett Attit Váci Mihály irodalmi színpad tagja szavalta el Godzsa Zézó Árd verseit, melyeket a kisfilmek levetítése után hallhattak az érdeklődők. Huszonharmadik alkalommal gyűltek össze a Bóbita ház gondozottjai és hozzátartozóik, hogy vidám farsangi jelmezbállal ünnepeljék a tél távozását. Az intézmény farsangi rendezvényének évek óta visszatérő látogatója Campanari Talabér Márta polgármester is, aki ez alkalommal férje, valamint a város jegyzője dr. Ignác Anita Éva társaságában látogatott el az intézménybe. Évente 4 alkalommal tartanak a várpalotai Bóbita házban közösséget megmozgató rendezvényt. Az intézmény életében az év első nagy rendezvénye a farsangi mulatság. 23 éve tartunk farsangot, ez a 23. farsangunk. Most már hagyomány, mondhatjuk. Valójában a legelső farsangot, ami életre keltette, az az igény, hogy egy kicsit közösségivé tegyük az egyébként is klasszul működő csoportunkat, egy kicsit kibővítsük szülőkkel, testvérekkel, barátokkal, rokonokkal, hiszen azok a családok, amelyek fogyatékkal élő, netán halmozottan fogyatékkal élő fiatalokat nevelnek, nehezebben jutnak el más társadalmi közösségekbe, nagyobb csoportokba, kicsit nehezített ez a történet számukra, így aztán felmerült az igény, hogy egy kicsit együtt lenni, ünnepelni, közösségben lenni, nagyobb közösségben, mint a mindennapokban a csoporttal. Az eseményre a ház gondozottjai mellett szülők, hozzátartozók, valamint a város lakói is meghívást kapnak. A jelmezek bemutatóját követő vidám mulatságról nem hiányozhatott a svéd asztalos büfé, a tombola és a támogató jegyvásárlási lehetőség sem. A bóbiták mellett a vendégek közül is sokan jelmezbe bújva vettek részt a bálon. Nem lehet ellenállni ezeknek a fiataloknak, kevésbé fiataloknak, akik ugye valamilyen fogyatékossággal élik az életüket, és ez tényleg egy olyan esemény évről évre, ami megérinti az embert és ide vonza, és amióta ráadásul a férjem is megismerte őket, ő pedig aztán külön készül ezekre az alkalmakra, és alig várja, hogy jöhessünk, úgyhogy ez nekünk ilyen személyes ügyünké is vált, hogy itt legyünk, és a jelenlétünkkel támogassuk ezt a rendezvényt, meg egyáltalán azt a munkát, ami itt folyik, mert azt mondom, hogy nagyon fontos a szociális szférán belül is. Az intézmény részben megújult környezetében rendezett mulatságon a szokásoktól elszakadva ez alkalommal a jelmezeket, a bevonulást és a hozzáillő zenéket a ház gondozottjai állították össze. Az idei nevelési évünk lényege az önállóság. Ebben a nevelési évben ez a jelszavunk, és minden napunk, minden órájában azon dolgozunk gyógypedagógiai terápiás eszközeinkkel, hogy a bóbiták, az ellátottaink az élet minden területén minél önállóbbak lehessenek. És ellátottaink megkapták azt a feladatot, hogy gondolkodjanak, mi szeretnének lenni, milyen bőrbe bújjanak, ők készítsék amennyire lehet a jelmezeket, ők válasszák a zenét, természetesen mindenhez minden segítséget megadtunk, de a döntés mindig a bóbitáké volt. Az idei év újdonságai közé tartozott az is, hogy a tombola sorsolást, az ajándékokat összegyűjtő szülőkre bízták. Megy a jó hírünk, így egyre többen szeretnének hozzánk járni. Várólista van, és kinőttük az épületet. Várpalota polgármestere nem csak magánemberként érdeklődik a kiemelkedő szociális munkát végző intézmény iránt, de a megnövekedett igények nyomán kialakult helyzet orvoslásának lehetőségeit is számon tartja. Elég sok szociális jellegű fejlesztést végeztünk az elmúlt időszakban. Valami most azt gondoljuk, hogy a helyén van és megfelelő szinten működik. A Bóbita ház itt az biztos, hogy nem bővíthető. Én nagyon bízom benne, hogy most a kisvárosok lesznek soron,
és ahogy már a megyeszékhelyek, illetve a falvak megkapták a maguk lehetőségét a különböző fejlesztésekre, de nagyon bízom benne, hogy ez a jövő esztendőben megadatik a kisvárosoknak is, ahol többek között a szociális fejlesztéseket is lehet majd finanszírozni. Én ebből szeretném például, hogyha megvalósulna majd az idősek, illetve az ápoló otthon, ami most a Honvéd utcában van, és akkor innotán ebből a forrásból tudnánk megvalósítani, és adott esetben egy új bóbitaházat is egy ilyen forrásból tudnánk létrehozni. A jelmezek felvonulását követő estébe nyúló táncmatchákhoz Szirácki Krisztián szolgáltatta a zenét. Mintegy 30 végzős diák kapta meg az elmúlt szombaton a középiskolai évek lezárását és egy új időszak kezdetét jelképező szalagot a Képesség és Tehetségfejlesztő Magániskola ünnepségén. Idén májusban két osztály vesz majd búcsút az intézménytől. A Képesség és Tehetségfejlesztő Magániskola szalagavató ünnepsége a Jószerencsét Művelődési Központban a végzősök nyitó táncával kezdődött, majd az iskola alsóbb évfolyamainak tanulói szórakoztatták zenés-verses produkciókkal a közönséget. Szalagos szép gimnazisták, megértik az élet titkát, megértik, hogy minden egyes kis rezdülés életükből egy szívverés, csak pár hónap is mindjárt vége, bízva nézzetek fel az égre, próbáljátok meg kibírni, mindjárt az érettségi. Az idei évben két osztály búcsúzik az intézménytől. Az egyik egy 4 évfolyamos normál gimnáziumi osztály, ahol angol, informatika, dráma, illetve képzőművészeti tagozatos fiatalok tanultak. A másikból pedig olyan diákok köszönnek el az iskolától, akik a szakmunkás képzés után döntöttek úgy, hogy érettségizni szeretnének. Az eseményen Deák Istváné igazgatónő hozzájuk intézett útrabocsátó szavaiban a kitartás mellett az előttük álló időszak fontosságára is felhívta a figyelmet. Ez az a pillanat, amikor utoljára át kell azt gondolni, hogy mit kell tenni az elkövetkező néhány hétben, alig 2 hónapban, hogy az igazi megmérettetés aztán eljöve sikeres legyen. A mostani gyerekeink között is vannak többen, akik már egy kicsit próbálták ezt, hiszen tavaly előrehozott érettségit tettek idegen nyelvből vagy informatikából, tehát egy picit már belekóstoltak az érettségi pillanataiba, és lesznek olyanok is, akik csatlakoznak szintén hozzájuk az alsóbb évfolyamokból, ezekben a tantárgyakban, mert ezekből lehet most előrehozott érettségit tenni. A vizsgaidőszak előtt álló végzősök közül többen is egyetemet vagy főiskolát jelöltek meg a tanulmányaik folytatásához. Én egyetemre jelentkeztem Veszprémbe, számítástechnikai mérnök szeretnék lenni, azon kívül pedig politikai ambícióim vannak. A köszöntő beszédet követően a búcsúzó évfolyamok tanulóira a szalagot Deák Istvánné igazgatónő tűzte fel. Egy év kihagyás után újra a Bartos Sándor iskola képviselheti a megye sajátos nevelési igényű iskoláinak diákjait az országos döntőn. A Kapkodda lábad elnevezésű sportverseny megyei döntőjén szoros küzdelemben a tavalyi győztes pápai csapattól hódították vissza az országos versenyen való részvétel jogát a házigazdák. A Kapkodda lábad erőpróbáján hagyományosan a megye sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó iskolái vesznek részt, hogy az intézményi felmérések után a megye legjobb csapata képviselhesse a régiót az országos megmérettetésen. A gyerekek minden évben nagy izgalommal készülnek, eleve már a megyei döntőre, onnan pedig minden energiát beleadva az országos döntőre, melyet idén Zalaegerszegen fognak április 12-én, 13-án megrendezni, és elmondhatjuk, hogy a legjobb 10 csapatba mindig bejutnak, és általában közel a 6. hely környékén végeznek. Itt Várpal után, a Bartos iskolában szeretettel köszöntöm a sportolókat, sportszerű jó versenyzést kívánok nektek, gyerekek! Idén a versenyre összesen 4 csapat nevezett a megyéből. Az Ajkai, Pápai, Várpalotai és Veszprémi diákok összesen 6 versenyszámban mérték össze felkészültségüket. Ez nagyon sok múlik, hogy a felkészítésen, az adottságokon, a lehetőségeken.
Amit még hozzá szeretnék tenni, hogy a megyei versenynek is van azért előzménye, tehát minden csapat nagyon lelkiismeretesen körülményeihez képest jól felkészül, a gyerekek nagyon izgatottan várják, és örülnek, hogy versenyezhetnek, és megmutathatják, hogy mit tudnak. A versenynek a tematikája az előre ismert. Igazából évek óta gyakorlatilag azonos versenyszámok vannak, amelyek egy kis füzet formájába kiadattak, és így a testnevelő kollégák az egyes iskolákban tudnak készülni már előre. Az összetett feladatok végrehajtása során hol az ügyességre, hol a gyorsaságra volt szükségük a gyerekeknek. A versenysportszerűségére pedig a várbarodai olimpiai baráti kör által delegált négy bíró, Forgács Gábor, Méreg József, Németh Tibor és Stanke József felügyelt. Nagy csata lesz. Hát itt tudni kell azt, hogy a mi speciális iskoláinknak a létszáma az integráció miatt azért folyamatosan csökken. Éppen ezért itt valóban nagy a verseny, mert ez egy korosztályt érint, ez a sorverseny, és bizony az iskolákban van, amikor éppen úgy csak össze tudják rakni a korosztályból azt a csapatot, tehát nincs túl nagy választási, markolási lehetőség, így például emiatt a Tapolcai iskolából az idén nincsenek is, mert nem tudtak úgy egy csapatot kiállítani, amelyik a minimális 8 főt adta volna. Tehát most is nagyon esélyesek a pápaiak, ezt tudom, mert hiszen az ő korosztályukba most beérett egy kis generáció, de megpróbáljuk újra visszahódítani ezt a címet, mert az azt megelőző években, hosszú éven keresztül mindig mi nyertünk, és hát mindenki szeret győzni. Szoros küzdelemben alakult ki a végeredmény. A dobogó harmadik helyére az ajkai Molnár Gábor iskola csapata állhatott, míg a tavalyi győztes pápa a második helyet tudhatta magáénak. Az eredményhirdetés után a hazaiak körtánccal ünnepelték, hogy első helyükkel újra visszagyerték az országos versenyen való részvételjogát. A veszprémi Bárci csapata pedig ez alkalommal a negyedik helyen végzett a megmérettetésen. A Kapkodda lábad sorverseny diák olimpia országos döntőjét 2019. április 12-én 13-án Zalaegerszegen rendezik. A Kalandok és Álmok szakmai műhely trénerei Demjén Izabella és Módi Kinga tartott az elmúlt pénteken bibliaélmény pedagógiai képzést a Forrás Evangélikus Keresztjén óvodában. A szakmai műhely munkatársai már hosszú ideje foglalkoznak élménypedagógiai képzésekkel, és mint Izabella fogalmaz, külföldi példák nyomán ezt egyfajta keresztény-keresztjén szellemiség irányában kiterjesztve jutottak el a bibliai élménypedagógia tanításáig. Szükségét éreztük alapvetően ennek, egy belső igény is elindult erre. Az élménypedagógiára igyekeztünk alapozni, és azt vettük észre, hogy nem csak simán az élménypedagógiában lehet jól alkalmazni, nem mi vagyunk a felfedezői, külföldön sokkal elterjedtebb a biblia élménypedagógia módszere, de az a fajta felhasználása, hogyan akár ezen a képzésen is meg fog jelenni, ez egy sajátos ötvözete két pedagógiai módszernek, a padlóképnek és az általunk használt élménypedagógiának, és ezt próbáljuk megjeleníteni a képzéseinkben. Szerintünk hasznos és hatásos, nyilván annak, akihez közel áll, aki foglalkozik gyerekekkel, aki önfejlesztésen szeretne részt venni, arra is jó lehet, de hogyha a bibliai vonatkozását nézzük, akkor hitoktatóknak, lelkészeknek, pedagógusoknak, keresztény-keresztény közegben mozgóknak, ifi vezetőknek, bárkinek, aki egyébként fiatalokkal foglalkozik és egyfajta keresztény szemlélettel bír. A bibliai élménypedagógia egy speciális változata a széles körben alkalmazott módszernek. Ahogy a neve is mutatja, hitéleti bibliai vonatkozásokkal egészül ki a tematika. Maga a képzés különböző módszereket kínál arra, hogy játékos tevékenységgel, tapasztalati tanuláson keresztül hogyan lehet eljutni a gyermekekhez, fejlesztve a szociális kompetenciájukat. Amiben többet nyújt egy átlagos élménypedagógiai képzésnél a bibliai vonatkozás, az az, hogy a hitéleti dolgokat és a bibliai történeteket is próbáljuk ezáltal behozni, és személyesebbé, megélhetőbbé tenni akár a gyerekek számára is. Azon túl, hogy élményszerűvé válik maga a tanulási folyamat, fejlődnek még a szociális készségeik is. Számomra ma azt üzeni, hogy könnyű. A tréning során a résztvevők maguk is végigjátszották azokat a feladatokat,
melyeket a későbbiekben a gyermekek körében is alkalmaznak majd az óvodákban. A Peremarton Berhida SC-vel csaptak össze az elmúlt szombaton a Várpalotai Bányász SK labdarúgói. A téli kupa felkészülési torna keretében rendezett találkozó jeges szélben, szerény érdeklődés mellett zajlott a Péti Műfőves pályán. Két góllal indította a VBSK az első félidőben. Az eredmény a mérkőzés végéig változatlan maradt. A Bányász több remek gólszerzési lehetőséget is elmulasztott. A Peremarton Berhida játékosai pedig nagyon ritkán teremtettek helyzetet a várpalotai kapu közelében. A végeredmény Peremarton Berhida SC, Várpalotai Bányász SK 0-2. Szépen kidolgozott támadás volt szerintem mind a kettő, sőt volt több is, amit még, igen, amit az előbb említettünk, be lehetett volna lőni, de hát ennyi sikerült, ennyi fért benne a mai meccsbe. A Bányász trénere elégedetlen a csapat eddigi teljesítményével. A szezon elején 8 ember távozott a kezdő csapatból. A keretet a fiatalabb korosztállyal egészítették ki. Az első két tavaszi mérkőzésen muszáj lesz több pontot szerezni, hogy a tabella pozíciót megtarthassa a Bányász. Nehezen indult a szezon, bár az első 4 fordulóban még 50%-osra jöttünk ki, de utána jött egy olyan 6 mérkőzéses sorozat, amit én sejtettem, meg gondoltam, hogy ott nem nekünk terem babér, mert az élcsapatokkal játszottunk, és ott nagyon negatívan jöttünk ki, 0 pontot szereztünk, és nagyon sok gólt kaptunk. Ez az önbizalmunknak nem volt jó. Én mondtam a srácoknak, engedjék el ezt a 6 mérkőzést, ne foglalkozzanak velük. És az utolsó 5 mérkőzésen kell nekünk az ellenlábasok ellen pontokat szerezni, amit meg is tettünk, és így hát volt egy olyan időszak, amikor ugye utolsó előtti helyen tanyáztunk, ami egy kicsit méltatlan az Egyesület hírnevéhez, de hát sajnos a hírnévből már nem lehet megélni, ez van, amiből tudtunk főzni, és az utolsó 5 forduló eredményei, ahogy jöttek, úgy egy kicsit felkapaszkodtunk, így a 10. helyen tudtunk fordulni. A tavaszi szezont a tabella 10. helyéről kezdi a Bányász. Hazai pályán a Csetény Ese ellen játszanak majd március 16-án 15 órakor. Most nézzük kiemelt híreinket még egyszer. Omega dalokat hallgatott Kóbor János a Túri várban. Nevelőszülőket toboroztak Várpalotán. Városunkban járt a Magyar Jégkorong Szövetség utazó bemutatója. Közeli helyeken címmel nyílt meg a Várpalotai Hírcentrum Kft. Munkatársa Godzsazé Zoárt fotókiállítás a Balatonfüszfőn. A hírmozaikot látták, adásunkat most a Forgó Színpad Színházi magazinnal folytatjuk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!